Szép estét kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, ez a Szombathely ma adása. Közéleti magazinműsorunk, próbáltunk mára is érdekes témákat, aktuális témákat kínálni a kedves nézőknek. Többek között szó lesz egy szűrőnapról, amit a Markusovszki kórházban rendeznek holnap, hogy mire szeretnék felhívni a figyelmet, ezt hamarosan majd megtudjuk Stániceva megyei tisztifőorvostól. Aztán vendégem lesz Keringer Zsolt, irodavezető, informatika és infokommunikációs irodától. Vele beszélgetünk az önkormányzati intézmények informatikai fejlesztéséről, és a műsor elején pedig egy hétvégi programra hívjuk fel nem csak a diákok és szüleik, hanem akár a munkáltatók figyelmét is, hiszen pályaválasztási képzési vásárkiállítás lesz immár 17. alkalommal. Ezzel kapcsolatban beszélgetünk a stúdióban, és szeretettel köszöntöm első vendégeimet, Rodler Tamás igazgató urat, munkaügyi központtól, és Szabó Márta igazgató helyettest a Derkovics általános iskolától. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. 17. alkalmat mondtam, tehát tulajdonképpen egyfajta rutinról beszélhetünk most, amit már így megszervezik, ezt mindenki szerint szinte képbe van, és tudják az iskolák, hogy mi a feladatuk, azok, akik kiállítani szeretnének, talán csak a diákok azok, akik újak, őket viszont le kell kötni mindig. Mit kell tudnunk most a képzési vásárról, mennyiben új és mennyire kötődik szorosan a hagyományokhoz? Szorosan kötődik a hagyományokhoz annyiban, hogy ősszel megrendezésre kerül, megye csak nem valamennyi középiskolája jelen lesz kiállítóként, néhány felnőtt képző és a Nyugat-Magyarországi Egyetem, mint újdonság ebben az évben. Hagyományokat követi az, hogy a szakmák bemutatásra kerülnek, illetve a munkahelyi központ munkatársai a látogatók részére olyan programokat szerveznek, ami segíti nekik megérteni, feldolgozni a kiállításon látható szakmákat, illetve a pályaválasztáshoz, érdeklődéshez kapcsolódóan tudnak kérdések kitöltésével, értékelésével iránytatást adni az érdeklődőknek, hogy mire érdemes figyelniük. Hagyomány, nagy kereslet van rá, hogy grafológus is segíti az érdeklődőknek a döntéshozatalt, és akkor újdonságként, ami félig hagyomány, a váltok egyre jelentősebben megjelennek az iskolák mellett, hogy az oktatott szakmákkal milyen munkaköröket lehet betölteni, milyen munkát kell azzal a szakmával végezni. Ez kerül bemutatásra. Fontos a visszajelzések alapján, diákok, szülők, iskolák visszajelzés alapján, hogy egyszer egy-két napig vagy három napig egy helyen minden középiskola be tudjon mutatkozni, holott nyílt napokra elmehetnek a diákok. Jó az, hogy ez a célja tulajdonképpen, hogy itt egy helyen és aztán rögtön lát és rögtön össze tudja hasonlítani a pályaválasztás előtt álló általános iskolás, hogy hova menjen tovább? A kiállításon megjelenő látogatók zöme hajlandó kitölteni az értékelő kérdőívet, és ezt folyamatosan monitorozzuk már hosszú évek óta, és mindig az a visszajelzés jön, hogy erre szükség van, ebbe a formában van erre szükség. Ezt megerősítendő az általános iskolákat mindig a kiállítás megkezdés előtt megkérdezzük, hogy milyen igényeik vannak, leírjuk, hogy mit gondolunk ajánlani alapba, és hogy mit megkérdezzük, hogy van-e még valami hiányérzetük, mit szeretnének még kérni, tehát igyekszünk figyelembe venni az igényeket is. És itt a lehetőség, hogy akkor egy általános iskolá felé forduljunk, és megkérdezzük, hogy általában milyen igényeket támasztanak. Akár önök, mint iskolavezetők, tanárok, illetve a diákok mit várnak ettől a képzési vásártól? Mi iskolánkban nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a diákok részt vehessenek ezen a képzési vásáron. A 7. és 8. évfolyamosainkat visszük el minden évben erre a kiállításra. Azt tartjuk nagyon fontosnak, hogy a diákok jobban belelássanak abba, hogy egy-egy iskolában milyen képzés folyik. Azt gondolom, hogy ez itt sokkal látványosabb formában történik meg, mondjuk, mint amit a nyílt napokon esetleg tapasztalhatnak. Koncentráltabban, céltudatosabban mutatják be azt a profilt az iskolák, amivel éppen foglalkoznak, és ezt talán láthatják így a gyerekek. Mi a tapasztalata, hogy valóban érdeklődnek az általános iskolások, várják ezt a lehetőséget, és nem csak azért, mert akkor aznap nem kell iskolába menni?
Hát iskolába azért kell menni, mert végül is nem az egész napot töltik ott, de ettől függetlenül nagyon várják, hogy részt vehessenek. A hetedik évfolyamosok az újdonság erejével, a nyolcadikosok, ők már tudják egy kicsit, hogy mi az, amit láthatnak, tapasztalhatnak, és az előző évben látottak alapján talán egy kicsikét más szemmel, vagy más szempontból figyelik meg a látottakat. Egyébként az osztályfőnökök nagyon segítik ezt a részvételt olyan szempontból is, hogy megfigyelési szempontokat szoktak nekik adni, hogy mi az, amire koncentráljanak, ne csak nézzenek, hanem merjenek oda menni, kérdezni. És valódi gyűjtőmunkát végezzenek, amiből aztán otthon utólag el tudnak, vagy tudnak gondolkodni. Igazgató úr említette az újdonságok között, és akkor nem kérdeztem rá, de tudtam, hogy visszatérünk arra, hogy megjelenik a Nyugat-Magyarországi Egyetem, és hát szegény 7.-8. osztályos, ugye gondolnánk laikusan, hogy mit kezdjen az egyetemmel, de ennek nyilván nyomós oka van. Miért jelent meg a Nyugat-Magyarországi Egyetem a képzési vásáron? Kettős oka van az egyetem meghívásának. Egyrészt az, hogy ugye jövő évben indul a gépészmérnök képzés szombatén, ez egy nagy dolog, és ez egy alkalom, hogy a pályorientációval foglalkozó tanárok közvetlen információt kapjanak erről. Ezen kívül szeretnénk a fórumra megnyerni a kis és középvállalkozások képviselőit is, akiknek gépészmérnökre szükségük van, lehet a közeljövőben. Másrészt azt kértük az egyetem kiállítása jelenlévőitől, hogy a 8. osztályosoknak adjanak tanácsot, hogy milyen középiskolába menjenek ahhoz, hogy könnyen bejussanak a gépészmérnök képzésre, és jó gépészmérnökök váljanak belőlük. Néhány konkrét programot vagy érdekességet még talán kiemelhetünk ebből a két napból. Egyáltalán pontosan mikor is lesz idén kétnapos, de volt ez háromnapos is, ha jól emlékszem. Háromnapos szokott lenni. Ez évben eredetileg csütörtök péntekre tervezték a szombati munkanap miatt, hogy nem segít a látogatás kiállítás megtekintésével a látogatóknak, mivel munkanap, de aztán a terem lekötöttsége miatt péntek-szombaton lesz a hét a kiállítás. 9-től 17 óráig tart mind a két napon nyitva a kiállítás, és 9-től 16 óráig munkai központ kollégái várják az érdeklődőket azzal, hogy segíteni tudják őket mind a kiállítás megtekintésében, mint pedig az egyéni érdeklődés képességvizsgálati tesztek töltésével a cél meghatározásban. Aztán fontos dolog a kísérő programként a középiskolás diákok színpadon adnak elő szakmabemutatókat és szórakoztató műsorokat maguknak, egymásnak, érdeklődő látogatóknak, és ebben például rendőrségi önvédelmi bemutató is lesz ez évben a programban, tehát tényleg szakmai jellege is van ezeknek az úgymond szórakoztatóbb jellegű rendezvény. Mindenképpen összekapcsolódik így van a továbbtanulással, a pályaválasztással. Mi a tapasztalata, igazgatóhelyettes asszony, hogy a diákok mennyire céltudatosak ma már? Tehát a mostani nyolcadikosok el tudják dönteni, egyáltalán hagyni kell őket, hogy ők mondják meg, hogy már pedig ők ezt a szakmát szeretnék, vagy vannak olyanok, akiknek a kezét fogni kell, meg kell mutatni, a szülők esetleg befolyásolják őket. Mi a jellemzőbb? Hát ezt nehéz megmondani, hogy mi a jellemzőbb, amiket itt felsorolt, igazából azt gondolom mindegyik előfordul. Vannak nagyon céltudatos diákok, tehát akik már gyakorlatilag hetedik év vége fele tudják azt, hogy milyen szakma fele, vagy milyen középiskola fele irányulnak, mert azért én úgy látom, hogy az általános iskolások körében inkább még a középiskola választás az, ami fontosabb, és kevésbé az, hogy milyen szakma legyen, tehát inkább középiskolát választanak, de van egy részük, aki már céltudatosan valamilyen szakmára
készül, és azt tartja fontosnak, hogy abba az adott szakmába dolgozhasson majd, tehát olyan középiskolát választ, ami azt képzi. Igazából a szülők egy része nagyon meghatározó véleménnyel befolyásolja a gyerekek döntését. Igazából van olyan is, amikor azt tapasztaljuk, hogy a szülő a saját álmát, be nem teljesült álmát akarja a gyerekével megvalósítani. És ilyenkor az iskolának van valami a kezébe, hogy esetleg jelezze a szülőnek, hogy az a gyerek viszont nem biztos, hogy mondjuk orvos lehet, vagy jogász lehet, mert ő inkább a kétkezi munkát szeretné elvégezni, és abban viszont kiemelkedő. Tehát meg lehet a azért véleményünket igen, elmondjuk, de nem biztos, hogy mindig sikerül befolyásolni. Lehet esetleg néhány olyan szakmát mondani, ami mondjuk sláger az elmúlt időszakban, években a diákok körében? Vagy nem is szakma, hanem adott esetben inkább mondjuk későbbi szakma, tehát gondolok arra, hogy gimnáziumba mennek még többen, mert mondjuk orvosnak, jogásznak szeretnének menni, vagy ez azért egy széles skála? Hát a mi diákjaink nagy része az szakközépiskolai képzésben tanul tovább. Legnépszerűbbek az elmúlt évek tapasztalatai alapján a vendéglátó szakmák, a kereskedő szakmák, de a fiúk körében elég népszerű a gépészet, informatika, elektrotechnika, tehát ezeket szokták nagy többségében választani, és a diákok kisebb része tanul tovább gimnáziumban és szakképzőiskolában. Milyen tanácsot lehet adni azoknak a kedves látogatóknak, szülőknek és diákoknak, akik esetleg nem ilyen szervezett keretek között érkeznek a vásárra, mi a legjobb taktika, hogy bejárják, felfogják és fel is tudják dolgozni az ott kapott információkat zárszóként? Belépéskor mindenki kap a kezébe egy térképet a kiállított iskolák elhelyezésével, röviden a profiljával, és az alapján már kap egy képet a bejáratnál rögtön, hogy mit tud megtekinteni, és aki kér, a kollégáimtól tanácsot is kap a kereséshez és a hasznos idő töltéshez, hogy megtalálja a kérdéseire a választ. Még egyszer, tehát október 17-én, 18-án képzési vásár, indulás reggel 9 órákor. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, megyünk tovább. Átadták a Pálos Károly Központ Domokos utcai felújított épületét. Szebb környezet fogadja a dolgozókat és az ügyfeleket. Most erről láthatnak egy rövid összeállítást. Nyár elején kezdődtek a korszerűsítési munkálatok. Csaknem 16 millió forintból elvégezték a homlokzat szigetelését és színezését, nyílászárókat cseréltek, megújult a csapadékvizelvezető rendszer és a tető, valamint teljesen akadálymentesítették az épületet. Szebb környezet fogadja az itt dolgozókat és az ügyfeleket is. Egy esztétikus, megújult, megszépült környezetbe jöhetnek, és azok is be tudnak jutni az épületbe, akik korábban egészségi állapotuk miatt ezt nehezen vagy egyáltalán nem tudták megtenni, hiszen létrejött egy akadálymentes bejárat. Az elmúlt 4 évben csaknem 130 millió forintot biztosított az önkormányzat az intézmény külső-belső átalakítására. 2010-ben, amikor megbíztak a választók bennünket azzal, hogy szolgáljuk a várost, akkor a szociális ellátórendszer már akkor is egy országos hírű és jó minőségű ellátórendszer volt. Ezt sikerült jobbítani, ezt sikerült még javítani. A szociális szállás létrejötte, a 80 év felettiek támogatása, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bővítése és a demens idősek ellátása is része volt a szakmai megújulásnak. Voltak olyan szakmai fejlesztések, melyek azt célozzák meg, hogy minél jobban és minél hatékonyabban tudjunk segíteni azoknak, akik hozzánk fordulnak. Ezt szolgálta a házi segítségnyújtás folyamatossá tétele, ami azt jelenti, hogy nem csak naponta 8-tól 4-ig tesszük ezt a dolgot, hanem este 8-ig naponta, illetve folyamatosan, tehát azok számára, akik egyedül vannak, és nincsen támogató család, szombat, vasárnap és ünnepnapokon is a rendelkezésükre állunk. Az épület 1961-től közel 30 éven át óvodaként működött. 1992-ben itt kapott helyet a Szociális Szolgáltató Központ, amely családsegítéssel, idős ellátással foglalkozott, de népkonyhát és krízisszállót is magába foglalt.
Azóta nem végeztek komolyabb átalakítást az épületen. A mostani felújítással energetikai szempontból is hatékonyabb lesz a fenntartása. Kedves nézőink, folytatjuk itt a stúdióban a beszélgetést. A témánk az önkormányzati intézmények informatikai fejlesztése, illetve a választások informatikai rendszerének jellemzője, illetve hogy hogyan vizsgázott ez az informatikai rendszer, amit kifejezetten a választásokra állítottak fel. Ennek a témának nagy ismerője és tudóját köszöntöm itt a stúdióban, Keringer Zsolt, irodavezető az Informatika és Infokommunikációs Irodától. Szép jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. No, kezdjük akkor az elmúlt napok eseményeivel. Informatikai rendszer az önkormányzatnál természetesen van mindig, de azért a választásokra egy speciálisat fel kell állítani. Hogyan vizsgázott ez a rendszer egyáltalán, hányan dolgoztak benne, milyen feladatokat kellett ellátnia, és kiknek a munkáját könnyítette meg. Most föltettem az összes kérdést ide vonatkozóan, de azt hiszem, hogy ezek szinte mindenhol összefüggnek. Hát eléggé összefüggőek, és hát igazából egy informatikai felkészülés a választásokra általában fél évvel előtte elkezdődik. Legfőképpen maga a rendszernek a fejlesztése, ugye a jogszabályok tükrében, most azért egy kicsit kevesebb idő volt ebben az évben, mert elég sok volt itt három is egymás után szinte. Én úgy gondolom, elég rutinos csapattal vágtunk neki ez az évi megmérettetésnek. Ugye mi általában Szombathelyen két rendszert szoktunk használni, az egyik a központi rendszer és annak az üzemeltetése és az adattovábbítás. Mi biztonságból már nagyon régóta egy belső informatikai hálózatot is üzemeltetünk szoftverrel együtt, ami maga a feldolgozást és maga az eredmény szolgáltatást is tudja támogatni. Ez elsődlegesen arról szól, hogy mondjuk már nem kell megvárni a jegyzőkönyvek beérkezését a polgármesteri hivatalban, hanem telefonon keresztül már jönnek az adatok, mi azt rögzítjük egy saját rögzítőn, ott már ellenőrizzük a mi rendszerünkkel, hogy tényleg jók-e az adatok, és utána neki tudnak állni a jegyzőkönyveket már megfelelően kitölteni, hogy az legyen, hogy állandóan a jegyzőkönyv tele van mindenféle hibával, és akkor így a jegyzőkönyvek így úgy néz ki elég nagy biztonsága, hogy kevés hibával, vagy szinte semmi hibával érkezik meg, tehát mondjuk javítás, hogy nem kell venne. Majd ezeket áttesszük a központi rendszerre, ott meg már nincs gond, hogy jó az adat, nem jó az adat, tehát egy eléggé úgymond kettős biztosítással csináljuk az egészet. Sajnos most nem tudtuk megcsinálni azt, hogy ugye az elmúlt időszakban volt, hogy lehetett közvetlenül az információkat a szombathely.hu keresztül nézni, most egy országos rendszeren keresztül lehetett csak. Az elmúlt időszakban volt az, hogy egyből lehetett, de aztán végül is úgy döntöttek, hogy központilag, hogy van, ahol ugye meg tudnák oldani, van, ahol nem, ezért, hogy egységes legyen, ezért az volt, hogy csak a központi rendszeren lehet információt biztosítani kifele, úgyhogy ennyivel másabb volt, 8 informatikus vett részt, valamint rögzítők voltak, akik magát az adatrögzítést végezték. Én úgy gondolom, hogy minden kollega tudásának a legjobbát tette hozzá, és innen is köszönöm a munkájukat, mert lelkiismeretesen tették, amit tenniük kell természetesen velem együtt. A beszélgetésünk másik témája, és egyébként pont ezt akartam megkérdezni, hogy hány embernek a munkáját könnyíti meg ez a rendszer, és hányan vettek ebben részt. Szóval a másik téma az önkormányzati intézménynek az informatikai fejlesztése, ami egy hosszú folyamat, júniusban indult, és szeptemberre fejeződött be. Pontosan mit kellett fejleszteni, és kiknek a munkáját fogja megkönnyíteni ez a fejlesztés, milyen területen, mit jelent a gyakorlatban a napi szinten? Én egy picit előbbre mennék, hogy elmúlt években próbáltunk abba az irányba lépni, hogy az intézményeknek nem szoftver oldalon, hanem hardware oldalon is támogassuk. Ugye létrejött egy városi hálózat, ebben az évben a közgyűlés biztosított forrást az intézményeknek a hardware fejlesztéseire is. Igaz, sosem elég semmiből címszóval. Ez fejlesztés, vagy gépeknek a cseréjét jelentette? Gépeknek a cseréjét, ugye a Windowsnak a problémáit
próbáltuk orvosolni valamilyen szinten, tehát a működési oldalról, tehát az intézmények működési oldaláról, ezt megoldottuk az első fél évben. Az intézményi igények alapján kezdtük el, és várhatóan ez minden évben valamilyen forrás lesz, és akkor tudjuk ott is a gépeket cserélni, és a alkalmazás szintjén is próbálunk egységes megoldásokat és jó megoldásokat tenni. Így van most az egyik ilyen, ugye már volt a levelező rendszer előtt az iktatás, volt a gazdálkodási rendszer, és most a levelező rendszer van, amit fejlesztettünk, vagyis a Microsofttal egy olyan megállapodás sikerült kötni a városnak, ami országosan az első, tehát ilyet még a Microsoft nem kötött ilyen nagyságrendű megállapodást, 1000 felhasználóról beszélgetünk. Ebben a megállapodásban is egy nagyon kedvezményes feltétellel az összes intézményünk, tehát ez nem csak oktatási intézményekre vonatkozik, hanem a többi intézményre vonatkozóan is sikerült megkötni, és így most a polgármesteri hivatal, az önkormányzat és az intézményei is ugyanazon levelező rendszert használják, és ennek következtében ugyanazon névjegyalbummal mindenki lát mindenkit, tehát ilyen értelemben csoportokat tudnak létrehozni. Létrehoztunk egy helpdesk szolgáltatást is, tehát hogyha valahol valakinek valami problémája van, 5 ember figyeli, ha odaérkezik valami, és akkor egyből próbál reagálni. Nagyon fontos, 50 gigabájtos tárhely van egy-egy postafiókhoz. Tehát ami eddig probléma volt, hogy ahhoz, hogy új levél érkezzen, ahhoz törölni kellett. Igen, tehát ez egy alapprobléma volt, és olyan megoldás van, hogy akiket az intézmény kért, hogy kerüljön be ebbe a levelező rendszerbe, az intézmény igazgatója által leadott listát mi vállaltuk, és mindenki ennek megfelelően felkerült. Ha egy intézmény úgy gondolja, hogy még van olyan ember, akit szeretne ebbe betenni, hogy ő is az intézmény működését segíti, akkor most már meg tudjuk így oldani. Nagyon fontos, hogy ez a rendszer annyira rugalmas, hogy nem csak PC-n és csak az egy gépen lehet, hanem a mobil verzióval, tehát akár telefonon is tudja használni, arra is fel tudja telepíteni, és otthon is meg tudja nézni az e-mailjeit, ami érkezik. Egységes doménrendszer van, tehát például most mondom, reguli.szombathely.hu, vagy tehát magára az intézményre is rá lehet találni úgymond az e-mail címe, és nagyon fontos, hogy regisztrált, és biztonságos környezetből mennek ezek az e-mailek. Tehát, ha jól értem, a fejlesztés lényege az volt, hogy egyrészt az elavult gépeket kellett, a hardvereket fejleszteni, illetve a szoftvereket, másrészt pedig volt egy komoly igény a dolgozók részéről, hogy az ő munkájukat fel kellett gyorsítani valahogy. Hát ez a mi igényünk is volt, hogy fejlődjünk, és olyan megoldást tegyünk, ami tényleg nem fapados. Ez a megoldás, ami most van, ez a világ 90%-a ezt használja. Tehát én úgy gondolom, hogy nagy hibát nem követtünk el azzal, hogy ebben az irányban indultunk el. Beszélgetésünk végéhez értünk csak egy mondat, milyen újabb fejlesztések várhatók, hiszen tudjuk azt, hogy az informatikában szinte hetente lehetne. Hát a legfontosabb, amit szeretnénk, hogy a hardware oldalt az intézményeknél mindenféleképp tudjuk minden évben támogatni. Természetesen ez közgyűlési döntés alapján, de én úgy gondolom, hogy most elindult egy olyan folyamat, ami talán megy tovább, és hát jönnek újabb alkalmazások, amiket szintén az intézmények részére biztosítani kell. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtam a kívánságot. Én köszönöm. Kedves nézőink, a következő bejátszásunk már a következő beszélgetésünkhöz kapcsolódik, hiszen a korai stádiumában az emlőrák nagy százalékban gyógyítható, ezért fontos a rendszeres önvizsgálat és szűrés. Erre hívták fel a figyelmet azok a hölgyek, akik a Városházától az MMIK-ig sétáltak. Október első péntekén rózsaszín sálban, szalaggal és kitűzőkkel érkeztek a hölgyek a Városháza előtti térre. Ez a hónap a merrák elleni küzdelem hónapja, ennek fontosságára hívták fel a figyelmet a séta résztvevői. Rendszeres mozgással és rendszeres szűréssel, tehát próbálunk a korosztályunknak megfelelően, egyesületi tagok vagyunk a Borostyánkőbe, aki szintén támogatója a mai rendezvénynek, és minden héten kétszer van egy Nordic Walking edzésünk, ahol egy 5-6 kilométert gyalogolunk a dombok között, és próbáljuk rászedni a korosztályunkban lévő hölgyeket, hogy minél többet mozogjanak, a szűrések fontossága pedig nem is kérdés. Mi elmegyünk mindenhova, ahova meghívnak bennünket, de ahol nem hívnak, akkor is.
általában fontosnak tartjuk, hogy a szűréseken részt vegyünk. Én mindenkinek azt mondom, hogy menjen el a kötelező mellvizsgálatra, mert ha nincs gond, akkor azért jó, ha meg van, akkor meg annyira időben van, hogy nem kell tartani. Mert sokan félnek, hogy fájdalmas, abszolút nem fájdalmas. Egy kicsit furcsa a fényképezés maga, a fotózás, de semmi rossz nincs benne. A szakemberek azt mondják, az emlőrák elleni küzdelem első lépése, hogy a nők megismerjék saját testüket, és rendszeresen végezzenek önvizsgálatot. Ezzel egy lépést tehetnek az egészségükért. Megelőzhetik talán azokat a rossz, későbbi kedvezőtlen eredményeket, amelyeket mondjuk egy ilyen elhanyagolás, egy nem önvizsgálat, vagy pedig egy nem törődömség okozhatna. A tiszti orvosi szolgálat 12 éve hívja emlőrák szűrésre a nőket. A betegség korai stádiumban nagy százalékban gyógyítható, ezért fontos, hogy minél többen részt vegyenek a vizsgálaton. Vas megyében jó a megjelenési arány. Vas megye mindig is egy jól szereplő megye volt, ami a szűrési megjelenéseket illeti. Kezdetben, tehát 12 évvel ezelőtt ez 70-80, majdnem 90%-os megjelenés is volt bizonyos időszakonként, átlagban pedig 70 feletti. Hát ma már egy kicsit alább hagyott a lelkesedés. A tavalyi évre, 2013-ra vonatkozóan tudom pontosan, hogy 61%-os volt a megjelenés, de például Budapesten 36. Tehát ahhoz képest most is jelentős a Vas megyei megjelentek száma. A résztvevők a Városházától a főtéren át az MMIK előtti térre vonultak. A sétát a Szombathelyiek Egészségéért Egyesület és a Zonta Klub szombathelyi szervezete hirdette meg. Kedves nézőink, tehát a témánál maradunk, vendégem a stúdióban Stánic Éva, megyei tisztifőorvos. Jó estét kívánok, köszönöm, estét, hogy kívánok. Elfogadta a meghívásunkat. Ez egy október elejé program volt, október 3-án volt ez a séta, hogy felhívják egy kicsit a figyelmet a nőknek ezekre a szűrésekre. Aztán most megint egy szűrésről, egy figyelemfelhívásról van szó. Ebből is azt következik, hogy itt fontos dolgokról kell beszélnünk. Holnap lesz ez a szűrőnap a Markusovszki kórházba. Miért szervezik, milyen szűrésekre kell felhívni a figyelmet? Október az emlőrák világ szerte a hónapja gyakorlatilag. Ennek a betegségnek a megelőzéséről szól minden egyes rendezvény a népegészségügyben. Igazából a holnapi nap is egy figyelemfelhívó, ahogy tetszett mondani. Az a lényege, hogy előzetes regisztrációhoz kötötten azokat a hölgyeket szeretnénk megszólítani, és talán sikerül is, akik már több mint 2 éve nem voltak emlőrák szűrésen, hiszen tudjuk, hogy a 45 év feletti korosztályt 2 évente a név szerint megszólítjuk és hívjuk szűrővizsgálatra. Nem szeretnénk, hogyha nagyon sokan lemaradnának erről a 2 éves ritmusról, és ezért egy országos úgynevezett szűrési staféta indult, ennek lesz most holnap Vas megyében a programja. A Markusovszki kórházzal természetesen szoros együttműködésben és az ő szívességükből a hölgyeknek szerettünk volna még egy olyan dolgot is felajánlani, hogy ha már most ráveszik magukat, és tényleg eljönnek a szűrésre, akkor melanoma, tehát bőrgyógyászati szűrést is biztosítunk nekik, és a másik népegészségügyi nagy szűrésen, a nőgyógyászatin is részt vehetnek. Ezen kívül pedig lehet vércukor, koleszterin szűrés, testzsírmérés, kérdőívezés a munkatársaim részéről ott a várakozás közben. Milyenek a tapasztalatok, mennyire mennek el akár egy ilyen kampányszerű szűrővizsgálatra, akár mondjuk egy kevésbé reklámozott szűrővizsgálatra a hölgyek, illetve a különböző korosztályok? Hát azt mondhatom, változó. Kezdetben talán 12 éve tart az emlőrák szűrés. Kezdetben nagyon magas volt a megjelenés. Az átszűrtség, ahogy növekedett, a lelkesedés ezzel egy kicsit alábbhagyott. De végül is azt mondhatom, hogy országos szinten még most is a mi 61%-unkkal, pontosan ennyi volt a 2013-as megjelenési arányszám, nem foglalunk el rossz helyet a megjelenés számban. Azért nagyon fontos, és azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy
a nagy népegészségügyi betegségeknek, legyen az daganatos betegség, rossz indulatú daganatos, legyen akár anyagcsere, cukorbetegség, stb., a gyógyításának a legnagyobb esélye és legnagyobb lehetősége mai tudásunk szerint akkor van, ha a lehető legkorábbi stádiumban sikerül egy még rejtőzködő betegséget felszínre hozni vagy megállapítani. És ilyenkor most éppen az emlőrákkal kapcsolatosan tudom a statisztikai adatot, szinte 100%-ig gyógyítható. Tehát amikor még teljesen tünetmentes állapotban, ezzel a módszerrel diagnosztizált hát emlőrák fordul elő, gyakorlatilag meggyógyul. Uh-huh. Ezt mutatják a 12 éves statisztikai adatok, hogy egy harmaddal csökkent az addig leggyakoribb női halálok, már daganatos halálozási ok, amióta ez a rák szűrés ilyen szervezetten történik. Tehát akkor hány éves kortól érdemes már erre odafigyelni? Hát végül is ugye az emlő önvizsgálatát és egyéb hát figyelemfelhívó jelekre való koncentrálást tanítanak már egészséges életmód keretében szinte mindenkinek. Az emlő önvizsgálata serdülőkortól aktuális és fontos, de igazán a betegség gyakorisága az a 45. életév felett növekszik, hát ezért is van ettől az életkortól a szervezet szűrés. Ettől lejjebb azért lényegesen kevesebb szerencsére. Fiatalabbak egyébként, mondjam, aktívabbak, többen eljárnak, vagy valóban csak 40-45 éves kortól fölfele jelennek meg a nők ezeken a szűréseken? Igazából ugye az alatta nincs szűrés, csak klinikai tünet alapján tünet, diagnosztikai vizsgálat. Mi azt reméljük, hogy amire felnő a mai generáció, hogy belenő a 45. életében, arra már valóban annyira egészségtudatosabbak lesznek a maiaknál, vagy a mi korosztályunknál, hogy nem lesz ebből különösebb probléma, és hát mindenki figyelmet fordít az egészségére ilyen téren is. Bizonyos kor fölött tehát akár konkrétan meg is keresik azokat a hölgyeket, akiknek ezen a szűrésen részt kell venni, ennek ellenére mégis vannak olyanok, akik nem jelennek meg. Hogyan lehetne őket mégis rávenni arra, hogy tudatosabbak legyenek, és akár egy ilyen kampányszűrésre elmenjenek, vagy milyen más módszerrel lehet elérni azt, hogy megjelenjenek önöknél? Mi is keressük a technikákat és a módszert. Most éppen egy kérdőéves felmérés történik éppen ebben a tekintetben, hogy hogyan is tudnánk számukra vonzóbbá tenni ezt a szűrést. Van ebben egy kis félelem is, azt gondolom, tehát így a szakirodalom is ezt írja, hogy jobb nem tudni addig, mert úgy is mindegy, ugye? Nem mennek szembesülni. Nehezebb, tehát ezt szeretnénk azért áttörni azzal, hogy ez nem így van. Tehát a korai felfedezés valóban gyógyulást eredményez, ha átmeneti kellemetlenséggel is jár, hát biztos, tehát szembenézni szembe kell, ez kétségtelen. Illetve hát mi magunk is kérdezzük őket, akik ritkán jönnek, nem jelennek meg két évente, hogy miért is nem, hogy mi lenne az, esetleg az egészségügyi szolgáltatás minősége, személyzet, hozzáállása, stb. Az, ami számukra nem megfelelő, vagy ha azon változtatnánk, akkor jobb lenne a megjelenési arány, vagy őket is meg lehetne szólítani. Hát nyilván 100%-ig soha nem lehet eredményt elérni, ez ne, de a lehető legmagasabb megjelenési számot szeretnénk, ezért is történik a kérdőívezés éppen pont holnap is. Hogyan néz ki akkor a holnapi nap, tehát csak azok mehetnek, akik erről értesítést kaptak, vagy valaki most látja ezt a beszélgetést, és azt mondja, hogy akkor ő ezt kihasználná, ezt a lehetőséget, az elmehet-e, vagy ha nem, akkor mikor van neki lehetősége? A hirdetésekben írtuk, hogy előzetes regisztráció kell, ez most csak egy telefonszámon történik. Holnap délelőtt azonban még lehet is ezen a számon regisztrálni, és hát aki esetleg tényleg nem volt már két éve, de kim van nála a meghívó levél, de úgy esik be, hogy így mondjam, holnap egy órától, nagyon fogunk neki örülni, és várjuk szeretettel. Mire kell tehát menni, mikor kezdődnek a vizsgálatok, ez egy helyszínen fog megtörténni mindegyik, mit kell pontosan tudni erről? Igen, a Markusovszky kórházban, a mammográfiánál, a hölgyek ezt nagyon jól tudják, tehát a fehér épület első emeletén, és ott minden további vizsgálatra, a kíséretet, a tájékoztatást, mindent megkapnak, illetve hát a mammográfia ott meg fog történni, egy órától várják a munkatársak, és hát a Markusovszky kórház személyzete, aki volt szívesen
ezt plusz időben felvállalni. Októbert említette a beszélgetésünk elején, hogy ez a hónap kifejezetten koncentrál erre, ezután a nap után mire várható, mikor várható a következő ilyen nagyobb kampány, terveznek-e valami olyasmit, amivel szintén el szeretnének jutni pont azokhoz, akiket nehéz megszólítani? Szűrési staféta majd tavasszal lesz legközelebb, tehát erre akkor lesz kapacitás. Azonban a tevékenységünk folyamatos, hogy így mondjam, és hát nem csak az emlőrák, meg a nőgyógyászati szűrés tekintetében, bár ez utóbbinál ugye a védőnői hálózat nőgyógyászati szűrővizsgálatba való bevonása egy komoly kiemelt népegészségügyi programpont, és Vas megyében is számos védőnő megtanulta és tanulja folyamatosan a kenet vételt és hát ezt a fajta vizsgálatot, mert ez is egy nagy támogatóprogram az egészségügyi ellátás fejlesztésében. Erről akkor mindenképpen majd beszélünk tavasszal is, és hát kívánom azt, hogy tényleg minél többen megjelenjenek holnap, illetve hogy ezek a statisztikai adatok egyre jobbak legyenek, és egyre szebb eredményekről lehessen beszámolni. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Kedves nézőink, a ma esti Szombathely mába ennyi fért. Remélem, hogy mindenki talált magának érdekes témát, és tudtunk olyan tájékoztatást nyújtani önöknek, amivel egy kicsit talán az életük, az a mindennapjaikhoz hozzájárultunk. Köszönöm a figyelmüket, maradjanak velünk, hiszen hamarosan következik a híradó. További jó televíziózást, viszontlátásra! A műsorvezetőket a Jeans Store öltözteti.